Köszöntöm adásunk nézőit április 19-én, a mai adás tartalmából röviden. Képviselőink meggondolták magukat az orvosi szakellátással kapcsolatban, viszont a hivatal fizetőképességét továbbra is akadályozzák. Szélsőséges időjárás. Utána jártunk, milyen hatást gyakorol városunk környezetére. De mindezek előtt arról, hogy városunk egyik belgyógyász szakorvosával, dr. Szabó Zoltánnal beszélgettünk az egészségfejlesztési irodában. Témánk az inzulinrezisztencia volt, melynek kapcsán előadásokkal is segítik a lakosságot annak érdekében, hogy korai fázisban felismerhessék az esetlegesen fennálló állapotot. Jönnek a részletek, tartsanak velünk! Bahamas-Újvároson az egészségfejlesztési irodában járunk, ahol a diabétesről és az inzulinrezisztenciáról fogunk beszélgetni. Mi az összefüggés a két megbetegedés állapot között, és miért ennyire gyakori mostanában ez társadalmunkban? Köszönöm szépen a kérdést. Bevezetőként talán annyit mondanék, hogy közel 10 éve működik az egészségfejlesztési iroda itt a rendelőintézetben, és próbálunk rendszeresen információt eljuttatni a lakosságnak az őket érintő leggyakoribb, úgy mondanám, hogy civilizációs betegségekről. Ennek kapcsán merül fel mindig az inzulinrezisztencia kérdése, ami tényleg egyre gyakrabban fordul elő. Annak ellenére, hogy nem specifikus tünetei vannak, hanem általában rossz közérzet, alvászavar, izzadékonyság, fiatal nőknél menstruációs zavarok, nehezen esnek teherbe, és sokszor pont egy ilyen kivizsgálás kapcsán merül fel, hogy szénhidrát anyagcsere zavarról lehet szó, amit viszonylag egyszerű labormódszerrel ki lehet zárni, ezért lényeges, hogy gondoljunk rá. Ezek elég általános tünetek, mármint hogy elég sok embert érintenek a mindennapokban. Mi az, ami már elhozza a pacienseket általában? Mi az a konkrét tünet? Konkrétan általában egy beutalás történik, ami a leggyakoribb az tényleg, hogy meddőségi kivizsgálás van, vagy policisztás ovárium szindróma van, és ennek hátterében kell kizárni azt, hogy a nagyon gyakran együttesen előforduló inzulinrezisztencia az ott van-e vagy nem, és hát laborvizsgálatot tudunk kérni, így omni vércukorból is már kiderülhet, hogy gyanú van erre a szénhidrát anyagcsere eltérésre, de terheléses vizsgálattal tudjuk kiegészíteni, ahol az inzulin szinteket is látjuk, illetve hát számszerűsíteni lehet, egy meghatározott index érték mutatja meg, hogy tényleg erről van-e szó. Miért nagyon fontos az inzulinrezisztenciának a felderítése? Mit okozhat, hogy ez kezeletlen marad? Az közismert róla, hogy gyakorlatilag a cukorbetegség előszobájának tekinthető, mivel kimerülhet egy idő múlva a szervezetben az inzulin termelés, állandó magas inzulin szint szükséges ilyen esetben, hogy fenntartsa a normális szervi működéseket. Viszont ha megtaláljuk, hogy tényleg erről van szó, akár diétás vagy mozgásterápiás kezeléssel már is lehet javítani, illetve hát több mint 60 éve ugye használjuk a metformin hatóanyagot, amit nagy sikerrel lehet alkalmazni már a korai állapotban is. Van-e jellemző korcsoport, akik érintettek ebben a megbetegedésben? Igen, amint kezdtem is mondani, jellemzően általában fiatal nők, akik kicsit túlsúlyosak, nem tudtak lefogyni, illetve éppen gyermeket várnának, vagy terveznének, de nehéz teherbe esni, és ennek kapcsán indulnak leggyakrabban a kivizsgálások, de ugyanakkor férfiakat is érintheti a probléma. Más korosztályban is előfordul ettől függetlenül, tehát egy idősebb korosztályban tartozó paciens is gyanakodhat arra ezek tünetek alapján? Hát mindenképpen, főleg, hogyha van, mondom, akár egy íjgyomri vércukorban eltérés, bár sajnos az idősebb korosztályban már sokszor egy rosszabb anyagcsere állapottal találkozunk, ahol már definitív cukorbetegségről van szó. Mit tudunk tenni a megelőzésért, mert azért egyre több embert érint ez a mai világban. Mi az, amit a mindennapokban az ember meg tud tenni az egészségért ezzel kapcsolatban, hogy ne alakuljon ki ez az állapot? És nagyon jó kérdés, hát ugye az, hogy mozogjanak az emberek, azt mindenhol próbáljuk mondani, tehát hetente azt is meghatározzák, hogy legalább egy fél órás napi olyan pulzus számemelkedéssel járó fizikai aktivitás jó lenne mindenkinek, ami az anyagcserét is jó irányba befolyásolja. A diétát mindenkinek jó lenne tartani, nem csak a cukorbetegeknek. Ennek is megvannak a meghatározott kritériumai, hogy napi 4-szer, 5-szer, inkább kevesebbet,
és mi az, amit fogyasztani kell, hát rozsdús ételeket, ugye mediterrán diétát szokták leginkább emlegetni mostanában, ami kifejezetten jó, nem csak a keringés, hanem a vércukorháztartás szempontjából is. Tehát nagyon sokat tudnánk tenni, főleg, hogyha gondolunk rá, hogy kimerülhet a szervezetünk, hogyha ez áll a háttérben. Pár szóban erről a mediterrán diétáról beszélhetnénk-e. Mit foglal magában? Hát ugye a mediterrán országokban kezdhetném a vörösborral, de nem ez a lényege, hanem inkább az, hogy nagyon sok zöldséget, salátafélét, illetve tengeri herkentyűket úgymond, nagyon szeretik ezeket, amiben ugye a megfelelő összetételű a zsír-sav összetevő, tehát nem az, hogy tojást teszünk szalonnával, ugye ezek a rossz zsírok, amiket minél inkább kerülni kellene, cukorháztartás szempontjából is ugye finomított cukrot nem nagyon kellene senkinek, de ugye ha cukorbeteg, akkor szőlőt sem nagyon kellene, ezt sem szokták sokszor tudni, tehát azért megvan, hogy almából is, hogy mennyit tehet akár egy cukorbeteg, jó rendszeresen fogyasztani rozsdús ételeket, tehát nagyon sok összetevője van, de ezt tekintik a leginkább jónak keringés és a cukorháztartás szempontjából. És már az elején pár mondatban említést tett magáról az egészségfejlesztési irodáról. Erről egy kicsit tudhatunk-e többet? Mi az, amivel mostanában leginkább foglalkozik az iroda, illetve milyen programok várhatóak a lakosság számára? Egyrészt a szívérendszeri betegségekkel, mint nagyon gyakori kórképekkel foglalkozunk, másrészt pedig a szénhidrátanyagcsere problémákkal, ami szintén mindenkit érintett az élet folyamán, és rendszeres előadásokat hirdettünk nem csak Újvároson, hanem a környező településeken is, ahol próbáljuk a legújabb ajánlásokat, vagy akár csak diétás megközelítéseket minél közismertebb nyelven, vagy minél közérthetőbb nyelven közismertté tenni. Tehát sokszor már az is egy új információ tényleg egy cukorbetegnek, hogy olyan labor lehetőség van, hogy inzulin szintet is tudunk nézni. Ez sem közismert sajnos, úgyhogy sok lehetőség van még az edukálásban. Városunk képviselő testülete szerdán a munkaterv szerinti ülést tartott. A múlt heti zárt ülés döntésével kapcsolatos sokk után egy 180 fokos fordulattal oldódott meg a szakrendelések problémája. Viszont néhány további súlyos témában nem született megoldás. Szerda délelőtt 10-től volt most testületi ülés, hiszen munkaterv szerinti ülésre gyűltek össze választott képviselőink. Az elmúlt rendkívüli ülés után én úgy köszöntem el itt ebben az irodában, polgármester úr irodájában, hogy legközelebb csak jó hírekről szeretnék beszámolni. Úgy érzem, ez félig meddig létre is jön. Konkrétan például a 11-es napi rendi pontig szinte végig repült a testület az ülésen. Igen, tehát azért a kötelező döntések, amik gyakorlatilag nem lehet politikai platformra vinni, azokat természetesen megszavazza a képviselőtestület. Ugye volt egy rendőrségi beszámolónk, amikor a főkapitány rendészeti helyettes, főkapitány helyettes ezeres úr megjegyezte, hogy nem nagyon szokott ilyen testületi ülésekre járni, ahol ilyen sokan néző. Hát mondom, itt már az úrváson elég aktívak az emberek. Tehát ez így, köszönöm is azoknak, akik eljöttek és figyelemmel kísérték a helyszínen is a testületi ülést. Gyakorlatilag amit elmondhatunk, hogy a orvosi szakellátásunk átalakításával kapcsolatos két nagyon fontos döntés, egy rendelet módosítás, amelyben július 1-ét jelöltük meg a szakrendelőnknek a gyakorlatilag a KFT-ből intézményi formába átalakulását és indulását a szakrendelés terén. Ezt elfogadta a képviselőtestület 12 igennel, illetve az új önkormányzati fenntartású rendelőintézet igazgatói posztjára való kinevezését a dr. Nagy Zsoltnak szintén 12 igennel fogadta el a képviselőtestület. Gyakorlatilag ez egy törvény által elrendelt átalakítás, amely törvény meghatározza, hogy amelyik járóbeteg szakellátási rendelőintézet esetlegesen most gazdasági társaság által van üzemeltetve, mindegy, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú vagy nem, de gazdasági társaság által van
üzemeltetve, az július 1-e után nem kaphat tovább NEAK finanszírozást, ami gyakorlatilag ennek a szakrendelési formának a megszűnését is jelenti. Ezért aztán egy gyorsított eljárásra adott lehetőséget a törvény, amely alapján gyakorlatilag a gazdasági társaság jogutódjaként viselkedve jön létre az önkormányzat berkein belül az egészségügyi ellátó intézmény. Ez normál körülmények között ez nem jöhet létre, hogy egy gazdasági társaság egy intézményi alakul át, egy önkormányzat, vagy állam által fenntartott intézményi. Most viszont ez a gyorsított eljárás ezt lehetővé tette. Ugye mit jelent az, hogy jogutód? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összes vállalat feladata, az összes pályázata, az összes dolgozója, aki lenyilatkozza, hogy hajlandó tovább dolgozni az új intézménybe, mind jogutódlással, értelemszerűen folyamatos munkavégzéssel és folyamatos fenntartási kötelezettséggel, vagy folyamatos munkaellátási, feladatellátási kötelezettséggel megy át. A mi értelmezésünk szerint ez vonatkozik a KFT ügyvezetőjére, aki ugye majd a intézmény igazgatója lenne, amennyiben a KFT ügyvezetője nyilatkozik arról, hogy igen, ő is szeretne ebben az intézményben tovább dolgozni. Annál is inkább vonatkozott volna a mi gondolataink szerint ez a kitétel a főorvosúra, hiszen ő 2021 óta egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el a feladatait, tehát egészségügyi szolgálati jogviszonyból egészségügyi szolgálati jogviszonyba menne át, illetve ő határozatlan időre van kinevezve, tehát határozatlan időből menne határozatlan időbe. Most már hál' Istennek ez nem csak múlt idő, hanem ez már jelen idő, tehát meg fog alakulni az új egészségügyi intézményünk. Ennek az alapító okirata most már a Magyar Államkincstárnál bejegyzésre fog kerülni, nincs semmi akadálya, ugyanis a mi értelmezésünket sajnos egyedül a Magyar Államkincstár nem így értelmezte, ők úgy értelmezték, hogy az igazgatót, az új vezetőt ki kell nevezni. Igen, valóban, de ez az új gyorsított eljárás kizárta a pályáztatás lehetőségét, pontosan a gyorsított eljárás miatt, illetve csak meghívásos vagy kinevezéses lehetőség, egyedi döntési lehetőséget adott a új intézménynek, hát a régi új intézménynek a vezetői tisztségére, de mivel mi elfogadtuk már év elején a rendeletünket, és ennek a alapító okiratában egyedi megbízásra, egyedi kinevezéssel határoztuk meg az intézmény vezetőit, ezért nekünk a meghívás is kiesett. Tehát gyakorlatilag most ezzel a kinevezéssel a főorvos úr megkapta a jogosítványt arra, hogy vigye az intézményt is, készítse elő, hogy július 1-ével finanszírozva, mindennel, létszámmal, dolgozókkal együtt átvéve meg tudjon indulni ez a lehetőség. A másik, hogy már mi évelején arról is döntöttünk, hogy a főorvos úr, mint a KFT ügyvezetője lesz az átadó, és ugyanakkor az önkormányzat részéről ő az átvevő is. Tehát már ez is meg volt határozva az év elején. Egyenesbe került a dolog, kiderült, ha ez volt a probléma, a első elutasító döntésnél, tehát amikor nem támogatta a képviselőtestület ezt a döntést, ugye ez egy zárt ülésen történt, és nem támogatta a döntést, hogy most elegendő információ, meg elegendő felvilágosítás állt a jó döntéshozatal szolgálatába. Mi azt gondoljuk, hogy eddig is elegendő felvilágosítást adtunk, de lépjünk ezen túl. Voltak ugye lakossági érdeklődés, volt lakossági megmozdulás. Én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos az egészségügyünk, igenis Balmazújvárosnak szakrendelésekre van szüksége. 16 szakrendelésünk van, ami ahhoz képest, hogy mekkora az orvoshiány, mekkora az orvos fluktuáció, mekkora az orvosok bevándorlása a központi gyógyító intézetekbe, ahhoz képest szerintem Balmazújvároson nagyon szépen látja el ez a járóbeteg szakrendelés jelenleg is a egészségügyi feladatokat. Valóban azért nyilván bennem maradt néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy miért kellett ezt az utat bejárnia ennek a határozatnak, mire ez elfogadásra került,
hiszen alapvetően egy rendkívül egyszerű és létfontosságú kérdésről van szó, de akkor ezt most ne firtassuk. Viszont azt igen, hogy a 13. után a 14. pontnál vége lett a szerencse szériának. A intézményi finanszírozás az egy olyan pont Balmazújvárosnak a működtetésében, amelyet igazából nem tartanak fontosnak az emberek, pedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hivatal működése biztosítva legyen. Szerintem egy átlag állampolgár, és én magamat is ahhoz soroltam, mielőtt még én ebben a pozícióban elkezdtem dolgozni, nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi az, hogy önkormányzat, és mi az, hogy hivatal. Pedig ez egy két nagyon-nagyon elkülönülő dolog, olyannyira, hogy még pénzügyileg is teljesen elkülönülnek. Az önkormányzat az, aki fenntartja a hivatalt, mert a hivatal a végrehajtó szervezet. Az önkormányzatnak van képviselőtestülete, a városnak, a hivatalnál a hivatalnak a vezetője a jegyző, viszont a vezetőnek, a jegyzőnek a munkáltatója nem a képviselőtestület, hanem a polgármester. Mert a polgármester nevezi ki a jegyzőt. Na most nagyon-nagyon szokatlan az a dolog, hogyha egy ilyen végrehajtó apparátusnál bármilyen olyan pályázatot beadnak, ami igazából nem a szakmai munkára vonatkozik, nem, mit tudom én, gépparkfejlesztésre, vagy különböző szoftverek beszerzésre, vagy bármilyen egyéb, hanem mondjuk, mint ahogy nekünk volt ez a nőközpontos pályázat, ami egy ilyen rendezvényekkel, bármilyen tele pályázat volt, amit nem is értünk, hogy mire a hivatalnak kell beadnia. Voltak ott hiányosságok, minden más egyéb. Ezt most már kutatják ennek az okát, hogy ki miért keletkezett, egy visszafizetési kötelezettség, de ugye ez már elég régi pályázat. És hogy ezt a visszafizetési kötelezettséget nem engedte a képviselőtestet egy része, hogy kielégítse, az önkormányzat adjon pénzt a hivatalnak, hogy kifizesse ezt a tartozást, ezért inkasszó került a számlára. Nagyon fontos, amit jegyző többször elmondott, a hivatalnak nincs önálló bevétele. Tehát a hivatal az nem egy termelő tevékenység, a hivatal az csak az önkormányzattól kap az éves munkatervben meghatározott összegeket, arra, hogy nyomtatót vegyen magának, hogy az áramszámlát fizesse, hogy a telefondíjat fizesse, stb. Stb. Tehát a fenntartása kap bizonyos költséget, és ettől többet nem is fog tudni felmutatni. Na most, ha a hivatal nem működik, akkor elmondok egy nagyon friss példát, hogy nem tudunk, ha jól tudom, az anyakönyvezéshez szükséges iratokat most nem tudjuk beszerezni. Tehát fogyóban van az anyakönyvhez szükséges irat, a hivatalos irat, és nem fogjuk tudni megvásárolni. Mert hogy bármilyen egy forint is megy a hivatal számlájára, mert ezt a hivatalnak kéne megvásárolni, abban a pillanatban leveszi az inkasszó. Tehát 0 forint. Ugye most az előterjesztésben két változatot adtunk. Vagy segítse ki az önkormányzat a hivatalát, és mint fenntartó gondoskodjon arról, hogy a hivatal működése zökkenőmentes legyen, fizessek ki a hivatalnak ezt a tartozását, majd utána a hivatal, hogy ezt majd hogy fogja a továbbiakban zárni, az egy két különböző dolog, vagy a keletkező számlákat fizesse, vállalja át az önkormányzat, hogy fizeti folyamatosan a keletkező számláit a hivatalnak, tehát a működtetését biztosítja. Aztán, hogy az inkasszó meg minden más, hogy alakul, ez egy megint másik kérdés. Ez már csak azért is fontos lett volna, ha elfogadja a képviselőtestület, hogy az hivatal működésének a folyamatosságát biztosítsa, mert itt van a választás is. És óriási probléma elé állítja a megyei, tehát a HVB-t, a helyi választási bizottságot is, illetve a megyei választási bizottságot is, mert két településről van szó, Balmazújvárosról és Hortobágyról. Ugye a választási bizottság, a központi választási bizottság, a kincstár, a hivatal számlájára utalja azokat a pénzeket, amik a választáshoz kellenek. Azokat azonnal leinkasszózzák. Tehát nem jut el az önkormányzathoz az a pénz, ami mondjuk kell a választáshoz. Javasoltuk azt a megoldást, hogy akkor a keletkező számlákat fizesse az önkormányzat, hogy
a hivatal működőképessége mégis biztosítva legyen, aztán majd, hogy a választásoknak a lebonyolítására hogyan oldja meg a központ, ez már legyen az ő problémája, de a képviselőtestület ezt sem fogadta el. A fizetőképesség legkisebb áldozatával történő nem helyreállítását, hanem áthidalását is megtagadta a városunktól a képviselőtestület. Igen. Konkrétan. Még egy dolog azért elhangzott, ott egy javaslat egyik képviselő részéről, hogy üljünk le, nézzük meg, hogy hogy áll a költségvetése a hivatalnak, és ha a jegyző úr a hivatal költségvetéséből előszed 20 ezer forintot megtakarításként, akkor majd én odaadom a másik 20 ezer forintot. Hát erre tudnék egy dolgot mondani. Az eredeti követelés 24 millió volt az egyesület részéről, a civil egyesület részéről, és azzal a megállapodással, hogyha december 31-ig kifizetésre kerül, akkor nincs kamat. Nem engedte a testület kifizetni, lett 39 millió. Tehát én azt javasoltam volna ott a képviselőnek, hogy el kellett volna akkor fogadni, és akkor mindjárt ott lett volna 14-15 millió forint megtakarítás. Most már könnyű ezeket az ajánlatásokat megtenni, könnyű jópofizni, amikor súlyos veszély fenyegeti a hivatalnak a működését, és ez azért sem megvalósítható, hiszen a hivatal sem kap semmiféle bevételt, semmiféle pénzt, a hivatal csak a működési költségéből tudja elvonni azt a pénzt, amit most az egyik képviselő javasolt. Tehát, hogy akkor a számított energiaszámlákat ne fizesse, vagy ne legyen annyi villany, vagy nem tudom, mire gondolt, amikor konkrétan csak arra kap pénzt, amit igazol a hivatal, hogy az neki kiadás ahhoz, hogy működjön. Tehát se fizetéseket, se semmi más egyebet nem tartalmaz a hivatalnak a költségvetése. Az okoslány meséje jutott eszembe, de az egy sokkal vidábbabb történet még ennél is. Az utolsó különfélék előtti nyilvános napirendi pontban szintén borzasztó érdekes dolog történt egy oroszlán részében a projekt számláján szereplő kifizetést nem engedélyezett a testület. Gyakorlatilag megint egy múltban, nem annyira régen, 2022-ben lezárult konzorcium projektről van szó, amit már elmondtam, hogy Balmazújváros a konzorcium vezető, nem is értettük, hogy miért, hiszen Balmazújváros szerintem a legkevésbé kapott bármit ettől a projektől. És ugye 2022-ben lezártuk, a beadott számlákat 2022-ben elfogadták, és most közben kijött, hogy akkor mégiscsak az online kettő darab online megtartott rendezvényt nem fogadjuk el, mert miért online a Covid alatt, amikor egyébként is online volt, illetve azt a keretszerződést, aminek a számláját annak idején befogadtuk a papír írószer beszerzésre, az most szerintünk nem jó. Két évvel utána. Tehát most ezt így nem nagyon tudjuk értelmezni, tehát mintegy 3,5 millió forintos összegről volt szó, ugyanis a többi az csak egy visszafizetés, amit nem használt fel a projektben az önkormányzat, hiszen nem volt rá ezek szerint szükség, mert ez egy olyan projekt volt, amely ilyen bérkiegészítés, munkahelyteremtés, minden más egyéb ilyen feladatokat segített, és mint mondtam, Balmazújvárosnak a projekt vezetésen kívül nagyon sok minden nem jutott. Az, hogy most megint megkérdezték, hogy akkor most mi lesz a sorsa, hát ha nem fogjuk tudni visszafizetni, vagy nem engedi visszafizetni a képviselőtestet, akkor megint inkasszó lesz. Ha-ha, megint inkasszó lesz. Kérdezem, ki okozza? A különfélékben külső szemlélőként azt figyeltem meg, nem feltétlenül tudják a képviselők, hogy ebbe a napirendbe mi tartozik bele, illetve alapvetően kontextus nélküli dolgokat lebegtettek be, hogyan viszi ez előre a város sorsát? Az az igazság, hogy a képviselők még nem lehet felrólni azokat a dolgokat, amiket ők ott elmondanak, ugyanis a mi szervezeti és működési szabályzatunkban nincs ennyire részletezve, hogy ezen a különfélékben
mégis mi hangozzék el. Mi elmondtuk, jegyző úr is elmondta, hogy az interpellációban rövid vitát nem igénylő, a település a lakók érdekeivel összefüggő bejelentés, kérdésnek a közlésére van lehetőség. Hát ezek messze nem olyan kijelentések, és messze nem olyan közlések. Gyakorlatilag ez a szervezetés működési szabályzat ezt engedi, mi meg hallgatunk. Hallgatjuk a vitát nem igénylő kérdéseket, és próbálunk nem vitát gerjeszteni azokból az egyébként nem kérdésekből, és szerintem nem igazán interpellációként elhangzó dolgokból, ami a képviselőtestület ülésen elhangzik. És hát valóban én szoktam mondani, hogy van olyan dolog, amit földobnak, mint egy létrát, vagy földobják az égbe, csak a létrát felejtik el utána dobni, tehát nem jön le. Egy ilyen volt egy nagyon sarkalatos dolog, hogy az egyik képviselő ugye azt állítván, hogy többször kérte a hivataltól, hogy pénzforgalmi számlákat küldjünk meg. Pénzforgalmi számlák megküldése kerültek, ezt tudjuk igazolni különböző e-mailekkel, és aztán a pénzforgalmi számláról kiragadott egyes számla összegeket veti föl, hogy ez miért történt, hogy volt, és kiderül utólagos ellenőrzéskor, hogy nem is olyan kontextusban voltak ezek az összegek ott, ahogy éppen el lett mondva. Tehát én azt kérem mindenkitől, ha valós pénzügyi tájékoztatást akar, akkor már pedig azt az önkormányzattól és a pénzügyi osztálytól kell, hogy megkapja. Azok hivatalosak, azok nem csak egy belobogtatott papírlap, hanem tényszerűen alátámasztva, mint ahogy mi is kérdeztük, hogy konkrétan miről beszél az adott képviselő. Patika mérlegen volt kiegyensúlyozva a tavalyi pénzügyi helyzet az önkormányzatnak. A patika mérlegből összesen az a 2 hét hiányzott, amivel a fizetések csúsztak. Nagyon köszönjük a pénzügyi osztály dolgozóinak is egyébként, meg köszönjük azoknak a vállalkozóknak, akik hamarabb befizették az iparőzési adót, meg minden más adót, hogy tudtuk még a zárszámadás megalkotásáig a fizetőképességünket megőrizni. Hát azok, akik meg okozták, hát ott meg gondolkozzanak el rajta. Az ülés nyilvános része után még jó néhány pont maradt hátra, amit zárt ülésen tárgyalt a képviselőtestület. Igen, ez vita volt a képviselőtestület nyílt részén is, hogy akkor egy zárt ülés, hogy, meg mind, meg merre, meg kiadhat róla tájékoztatást. Egyetemen kiderülhet mindenki számára, hogy a zárt ülésre a polgármester adhat tájékoztatót. Slussz tapaszta. Szeretném elmondani, hogy az átülésen különböző térítési díjakról volt szó. Ezeknél a térítési díjaknál a döntés minden esetben pozitív volt, tehát segíti az önkormányzat azokat, akik nehéz, szorult anyagi helyzetbe kerültek, és van rá jogszabályi lehetőség. Ugyanakkor 2 FOP-os lakásnak a gyakorlatilag pályázat útján való kiosztásáról is szó volt, mind a 2 lakásnak a következő lakóit elfogadta a képviselőtestület, illetve elfogadta a képviselőtestület azt a táblázatot, amit a pontok alapján az egészségügyi bizottság beterjesztett a testület elé, a várakozóknak a sorrendjét. Volt még egy lakáskérelem, egy szolgálati lakás iránt, sajnáljuk, de ezt elutasította a képviselőtestület azért, mert nem volt jogosult az, aki kérte a lakásra, ugyanis csak önkormányzati intézmény és az önkormányzathoz tartozó külön megállapodás alapján lévő 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek kaphatnak szolgálati lakást a jelen rendeletünk szerint, de az önkormányzat tulajdonában lévő, a 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál dolgozók jelenleg ebből a formában nem kaphatnak lakást. Felvetődött a kérdés a ülésen még, hogy esetleg majd egy rendelet módosítással tudunk ezen változtatni. Ennyi volt, ami a testület ülés
záró részében megvalósult az átülésem. Ilyen döntések születtek. A munka ezzel nem ér véget, hiszen a költségvetést gondolom hamarosan ismét beterjesztik. Ezzel kapcsolatban néhány szóban milyen háttérmunka folyik most? Hát a költségvetéssel kapcsolatosan is volt kérdés, hogy hát kikkel tárgyal polgármester úr, hogy bankokkal is tárgyalni kell. Mi készülünk arra, hogy ennek a városnak, nagyon sajnálom, de ha a gázmotó projektben mégiscsak ezt a visszafizetési kötelezettség van nekünk, szükségünk lesz hitelre. Be kell tervezni a hitelt a költségvetésünkbe, be kell terveznünk azokat a javaslatokat, amit tudunk a Tóth Attila képviselő úr által, a Fidesz képviselő csoportja által tett javaslatokat, illetve a Célba Kísért Civil Szövetség által tett javaslatokat. Mivel ezeket a módosító javaslatokat kölcsönösen nem fogadta el egyik fél sem, ezért nekünk ezeket a módosító javaslatokat figyelembe véve egy új koncepciót kell letennünk az asztalra, ami remélhetőleg az fogja eredményezni, hogy mind a két fél el fogja fogadni a költségvetést, és május 6-áig meg tudjuk alkotni a város költségvetését. Egyszer már majdnem bejött, úgyhogy most is úgy köszönök el, hogy legközelebb csak jó dolgokról szeretnénk beszámolni. Így legyen. Köszönöm szépen. Kilátogattunk a városunkat ölelő vizes élőhelyre, ahol Ecsedi Zoltánnal, a Szikes Vizes Élőhely Láncolat Life Project projektvezetőjével beszélgettünk. Többek között a mostanában tapasztalt időjárás, szikes élőhelyekre és ezáltal annak környezetére gyakorolt hatásairól, a Life Projektről és a sokakat foglalkoztató szúnyoghelyzetről. Látjuk, hogy szépen felgyűlt itt a víz, de mégis arról hallunk információkat, hogy aszályos időszakot élünk meg. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Hát ismét egy kiszámíthatatlan év elé nézünk. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de akár ebből még nagy aszály is lehet, hisz idén még jelentős mennyiségű csapadék talán egy nap esett, ami egy ilyen tavasz közepi állapotban egyenlő a nullával. Ami vizet látunk, ez még a tavaly őszi vízmegtartás eredménye, de ha körbenézünk, akkor csak azt ebbe a régi kubik gödörbe, ahol a mélyen van, ott van víz, és amit visszatartottunk, az egész nagy sziken, amit szoktunk látni a nagy tónak, az a sekély víz, az egyszerűen elpárolgott ebben a böjti szelekben. A szeles, meleg időjárás ezt eredményezte. Visszatartottunk amennyi a madaraknak szükséges, meg a legeltetéshez, a fűhőnek megfelelő mennyiséget, de nem számoltunk azzal, hogy nem egészül ki tavaszi csapadékkal, így gyakorlatilag egy aszályos év van, annak ellen, hogy a békák itt kuruttyolnak körülöttünk, de csak itt, ezen a kis folton. A nagyszik többi része már most száraz, április közepe van, ez még akár nagyon rosszul is elsülhet. Tehát a klímaváltozásnak, amit mindig mondunk, az az előrejelzés itt a Kárpát-medencében és egyben Balmazőes környékén is, a szélsőséges időjárási körülmények gyakorisága meg fog változni, tehát sokkal többször lesz nagyon aszályos, esetleg nagyon csapadékos napok száma, de átlagosan azt jósolják, és ez tapasztalható, hogy az aszályos időszakba megyünk bele, és jobban aszályosabb és aszályosabbak lesznek az évek. Ebben a szélsőséges meleg időjárásban, amit most tapasztalunk, körülbelül meddig tud fennmaradni ez a kedvező állapota itt a sziknek? Hát kiszámíthatatlan, ugye, mert még akár monszumos nyár előnk is lehet, amikor nagy csapadékmennyiség jön, de az már a szikeseket pozitívan nem befolyásolja. Általában, ha egy ilyen 30-35 fokos melegben érkeznek ezek a záporok, zivatarokból eredő nagy esőzések, azok gyakorlatilag elvesznek a természet szempontjából. Itt hirtelen elpárolognak, gyakorlatilag másnap már száraz újra a terület. És ezért azt mondom, hogy ez most el fog tartani május végéig, itt ezen a részen, ahol állunk, de sajnos a többi területen az már április végére ki fog száradni. És nekünk az lenne a kedvező, ha július közepéig legalább lenne víz. És mi azt mondtuk ezzel a programmal, ezzel a live programunkkal, hogy mi 30-40 nappal szeretnénk meghosszabbítani a víz tartózkodás idejét, azzal, hogy a távoli területekről ide begyűjtjük a vizes élőhelyünkbe, és ide betárazzuk úgymond a vizet, amiről most szó van az egész országban, hogy vissza kell tartani, be kell tározni. És ha ez megtörténik majd a live program kivitelezése során, akkor előfordulhat az reményeink szerint, hogy július közepéig kitartanak vizek.
és ez biztosítaná az itt élőlényeknek a megfelelő életkörülményt, plusz ez biztosítaná a megfelelő legeltetési lehetőségét az gazdálkodóknak. Magyarul nem kellene nekik már bevonulni szeptemberbe a téli takarmányt etetni, hanem ki tudnának tartani a legeltetési időszak végéig, legalább november elejéig. Mindenkit invitálok, hogy nézze a Facebook oldalunkat és a websájtunkat, ahol beszámolunk az eredményekről, illetve a leendő programokról. A legfontosabb ebben az évben az, hogy a vízjogi engedélyünk készülőben van, gyakorlatilag már az alapjait lefektettük, egyeztettünk egy ilyen tanácsadó testületi ülés kapcsán a önkormányzattal, a vízügyel, a gazdálkodókkal, a nemzeti parkkal. Pozitív volt mindenki részéről az előrehaladás. Úgy néz ki, hogy beépítettük azokat a elemeket, ami a vizet visszatartja, és aztán is évben biztosítja ezt, amit mondtam, ezt a 30-40 nappal elnyújtott csapadék visszatartózkodási időt, de irgalmatlan mennyiségű olyan elem is belekerült, ami a települést védi az extrém nagy esőzésektől. Tehát egyszer fordult elő mostanában, hogy 100 mm eső esett egy nap. Ugye ezt hegyvidéken úgy hívják, hogy villám áradás. Nálunk ez egy nem annyira villám, mert síkvidéken vagyunk, de jelentős mennyiségű víz lett hullni itt is. Ugye ez már megtörtént 2010-ben. Erre is felkészültünk, tehát ez a rendszerünk, amit kiépítünk, tudja biztosítani azt, hogy biztonságosabb elvízkezelés legyen a település részéről. Egyértelmű, hogy nekünk az aszályra kell felkészülni, mert az várható, de másodszorban tudja ezt garantálni. Ezt egyeztettük, mindig azt mondják, hogy én csinálom, ez természetesen nem egy 100 szakember, tudományos, vízügyi, akik mögöttünk dolgoznak, tehát ezt egy ember nem tudná megcsinálni, és a hatóságok is be vannak vonva az eljárás során, nem csak megkapják az anyagot, és akkor egy pár nap alatt ezt elbírálják, hanem folyamatos tájékoztatással, folyamatosan szakmailag haladunk előre. Ez volt a legfontosabb esemény. Aztán természetesen rengeteg diák érkezik, vannak vezetett túráink, és ezek lesznek is a Facebookon érdekes módon, érdemes követni is. És a nyári időszak az a táborozás. Tavaly szépen sikerült táborunk, és most is folytatjuk. A Facebookon megjelent az első táborfelhívásunk, nagyon sietni kell, már majdnem betelt, és akkor ez a nagyoknak, kicsiknek lesz egy ilyen klímás hetünk, amikor itt ilyen használt ruhaeladás és bemutatás, és ezek az egész programnak a ismertetése, gyerekeknek egy kis állatsimogató, hogy szokott lenni, az nagyon népszerű. Tehát végig lesz, érdemes nézni a Facebook oldalunkon ezeket az eseményeket. Ami a felgyűlt esővízzel, a széken megtalálható vízzel kapcsolatban általában a lakosságot nagymértékben foglalkoztatja, az a szúnyog helyzet. Ezzel kapcsolatban mit tudunk elmondani? Kell ettől tartani a lakosságnak, hogy nagyon elszaporodnak a szúnyogok, vagy veszélytelen ez az? Hát ezt már elmondtunk, és most tudományosan is alátámasztották ezt, amit mondunk, hogy a szikes vízben a csípőszúnyog az nem élőhelye, nem él meg. Ugye mindenki látott már a szikes víz, ez egy pocsolya. Úgy hívhatnánk, csak nagyon csúnya ez a pocsolya szavunk, ezért szikes tónak hívjuk, nem is tó igazából, de ez marad szakmailag, de ez egy szikes pocsolya, egy nagyon koszos víz, ilyen átláthatatlan, amit úgy általában úgy nem használunk semmire, úgy értéktelennek tartjuk. És a szúnyog élőhelye a átlátszó víz és abban levő növények. Tehát ezért néha, amikor mondjuk sok eső esik nyáron, akkor az esővíz után megállt, akár a kertekben, vagy a itatóvályóban, vagy akár a vályóban összegyűlt víz, nagyon hamar elszaporodik a szúnyog. Már a keleti főcsatorna, igen, az egy édes vízű átlátszó, szerintem aki horgászik, tudja, hogy ott van szúnyog rendesen. De itt, most egy kicsit korán vagyunk, nincs is egy sem, de ugye mi itt lakunk a 30 méter ezektől a vízes értől nem tapasztaljuk. Amikor majd nyáron esik az eső, és akkor lesz szúnyog, de nem itt képződik, hanem bent a fák között, és ott a nagyon esővízbe, ami átlátszó. Tehát gyakorlatilag, ha elszikesítjük a vizet Balmazonos környékén, akkor ugye a szúnyogokat kiöljük erről a területről. Tehát ez még a maga a szikesedés volt, amit mi szeretnénk, az pont szúnyog ellenes. Na most a kutatásaink vannak, monitoring kutatásaink, szakemberek nézik a különböző változásokat, és a makrogerinctelen csoportba a kutatók nézik a szúnyogokat is. Ugye ezek a dipterák, egy kicsit ilyen biológiai óra, a dipterák a kétszárnyúak közé tartoznak, ugye a legyek,
oda tartoznak a szúnyogok is, és két nagy csoportjuk van, az árvaszúnyogok és a csípőszúnyogok. Az árvaszúnyogból nagyon sok van a Nagyszéken. Ezt szoktuk összekeverni, vagy a laikusok ezt szokták összekeverni a csípőszúnyogot. Na ez rajzik, ez, és ez ráadásul megy a fényre, az árvaszúnyog. Tehát ha egy szélső lakásnál fel van oltva a kinti lámpa, akkor ott felhőben van a szúnyog, csak az nem fog megcsípni senkit. Ha bemegy a lakásba, ez zöld színű, nem mindenki szereti, de ártalmat. Olyan, mint a csalán és az árva csalán. Az árva csalán nem csíp. A kutatók megnézték tavaly, május, tehát nem ilyen korán, tehát május vége, amikor már vannak szúnyogok, és 99,7%-ban találták az árva szúnyogot a Balmaz környéki vizekben, tehát 0,3%-ban, és csak a 20%-a a vizes élőeknek a 20%-ában volt ez a csípőszúnyog. Na most a csípőszúnyogban is ezt már nem különítik el így, de azt se csíp meg mindig embert, van, aki csak madarakat csíp, van, aki ártalmatlan. De nagyon kicsi a szúnyog előfordulása, és minél szikesebb a víz, annál kevésbé lesz benne a csípőszúnyog. És ez a célunk, hogy ezek minél szikesebb vizek lenne. Tehát összefoglalva szerintünk nem kell félni. Az árvaszúnyog okozhat kellemetlenséget, de csak ilyen megijedek júj, és problémát nem fog jelenteni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!